Na hát még itt egy kicsit kóborlok ebben a cukor mélységi bánya rendszerben, mert hogy közben ugye találtam valami könyvet vagy tekercset, azt elolvastam, és akkor adott egy ilyen mellé küldetést, hogy valami elveszett amulettet kéne megtalálni, amit bedobtak a lávába. Tippelek, hogy ott ez a cukorpofa tűzdémon lesz, láva elementál, aha, az is jó. Aki gondolom megtalálta és lenyelte. Úgyhogy feltételezem, csak őt kéne ehhez kinyírni. Ó, némán valami nyersanyag. Szóval itt azért még azután is van élet, hogy azt hittem már, hogy nincs. Meglátjuk, hogy sikerül azt nekem esetleg ott kinyírnom, meg ha már erre járok, akkor nem tudom ez micsoda, de nézzük meg, ki tudom-e termelni. Lehet, hogy ilyesmi kell a kohóhoz, nem? Vagy mi a franc az? Tudok én ebből? Aha, ez sérül. Jaj, de király, és föl is tudok venni valamit belőle? Ó, némá! És ilyennek nekem még nincsen? Hát ilyen speciál pont nincs. Na, ennek örülök. Akkor lehet, hogy ez jó lesz a nyersanyagnak. Többet nem találok sajnos. Jó, hát és ezt az elementál egyébként itt elhéderezgetek itt a folyó láva partján, vagy a láva folyó partján. Semmi probléma. Bírom én a gyűrődést. Szóval hát, hogy tippelnem kéne, akkor ott lesz valahol ez a gyűrű. És ez a cuki kis lávadémon, ez ott megy körbe-körbe. Nem tudom oda, hogy lehet lejutni, majd mindjárt próbálom kitalálni. Ezt megszívtam. Szuper cuki lények vannak még itt. Itt van egy ilyen érclelőhely, amit szerettem volna elérni. És ilyen kis takony lények megtámadtak, úgyhogy kb. Sehogy nem áll a HP-m. Úgyhogy tartok tőle, hogy ezt tölthetem vissza egy olvás után, sajnos. Na, jöttem akkor a táborba egy kicsit helyre rakni a srácokat, mert szét voltunk egy kicsit csapva. És akkor megnézem már ezt a cuccot, mert hogy ez az egyik már elég régóta itt van, és nem használtam fel. Ez kicsit ilyen skill tree lehetőségnek tűnik. Ezek ilyen extra feature-ök. Na, ez mondjuk jó pofa. Na jó, hát ezek közül majd mindjárt eldöntöm, hogy mi legyen. Na hát akkor aludtak egy nagyot a srácok. Kicsit jobban érezzék magukat, mert azért már eléggé el voltunk gyötörve. És hát akkor elvileg nézzük megint ezeket a kis takonypócokat, akik itt most meg fognak engem támadni. 873-on. De ha azt írja, hogy én következem, akkor miért támad meg? És miért lép még kettőt ő? A rohadt anyátokat. Most én semmit nem csinálhatok? Köcsögláda. Ez tök jó, hogy teljes mértékben kihagyta a csapatomat. Mennyi nektek a HP-tok, gyökerek? Hát nem olyan nagyon sok, de azért... És nem vagytok ám szimpi, kicsit se. Na, kinyírtam ezt az összes kis rohadékot, ráadásul két hullámba jöttek, mert ami először megjelent, az egy dolog, de utána még egy második körben is támadtak. XP-t úgy relatíve viszonylag jót adtak, azt hiszem mindegyik talán 75-öt. Haladgatunk, lassan a felénél vagyunk a következő szintlépésnek. Most eljövök ide, gondolom itt megint kiugrik egy kupac. Vagy belelépek a lávába. Az is fantasztikus lenne. Jó, és akkor oda megyek ahhoz az érclelőhelyhez. Bízunk benne, hogy ezt tényleg ki lehet termelni. Ezt kinyitottam már? Ne menj már bele a lávába, te gyopár! Még korábbi részekben pont méltattam a játéknak ezt az útvonalkereső rendszerét, hogy mennyire agyas. Hát ezt néha azért visszavonom. Ezeket a scrollokat
ezeket az elején eladtam, úgy voltam, hogy kell a francnak, aztán most már rohadtul nem adom el. Iszonyatosan nagy segítség, amikor a mage-nek már mondjuk nem nagyon van saját képessége, amit használhat, ugye így olvásig, de van 28 ezer darab scroll nálam, akkor azért ez elég jó tud lenni, főleg ha olyan scrollok, aminek úgy egyébként még nem rendelkezem a varázs lehetőségével normál gyors menüből. Na nézzük. Hát ez igen érdekes módja a kitermelésnek, de végül is ha működik, akkor... Na jó, hát akkor majd egyszer visszajövök ehhez a kohóhoz, de szerintem nem most lesz, hogy én ezzel foglalkozom. Próbálok legalább valami küldetést leadni. Na hát az a helyzet, hogy megpróbáltam néhányszor kinyírni ezt a rohadékot, de nem tudom, gagyi vagyok. Én kicsalom ebből a lávából, az odáig oké. Okay. Csak, mert hogy ez visszagyógyítja. Idáig így elcsaltam, és az a baj, hogy itt is mindig visszagyógyítja magát, mert egy maximum 2-3 körönként így maga alá kasztol egy ilyen lávát, és igazából ez visszagyógyítja maxra a HP-ját, van neki vagy 95. Ez azt jelenti, hogy mikor ilyen 1-2 körön belül kéne kinyírni a 4 karakteremben azt a 95 HP-t, arra én jelen pillanatban még nem igazán vagyok képes sajnos. Úgyhogy hát ezért is majd vissza kell jönni, ez itt a dobozka lehet talán ez a cucc. Maximum még egy olyat megpróbálok, hogy a kinyírása nélkül esetleg el tudok-e odáig bénázni, de nem nagyon hiszem. Van egy ilyen árnyékjárásom, vagy mi az Isten. Azzal esetleg megpróbálunk így át teleportálgatni a platformokon. Természetesen mentünk egyet, meg egyébként azt sem tudom, hogy ezt mennyiszer lehet használni. Szerintem ezt is hát véges számú alkalommal. Mondjuk annyit csinálunk, hogy először is ugrunk egyet ide, ami még vállalható. Jó. És akkor próbáljunk meg valami magasabb helyre kerülni. Jó, és akkor egyébként esetleg... Aha, igen. Hát ez... Szép lenne, ha ez így ennyi lenne, de biztos nem ennyi lesz. Aha, 20-as, hát mi más? Épp hogy megvan. Miért kritikus siker? Akkor 20 per 20, és akkor mi lesz ebbe? Érző amulett. Aha, és szerintem érzem, hogy jön az elementál. Jaj, de jó, megint valami átkozott szar. Ja, Istenem, nehogy valami egyszerű legyen. Hó, szuper király. Van újra dobásom? Nincs, bakker. There's no escaping the laughter. Telepathic mushrooms. Walking brains. It's all so comical. És mindjárt az arcomba lép a tűzelemente. Hú, nem idejét lenne nagyon, az a jó. How unfortunate. Alas, thou must do. Return me, take me home, and thou shalt glow with blessings. To my granddaughter, Shira Clawin. Serves Ilmata, she does. She waits in Worm's Crossing. Take me there, and thou shalt bathe in her golden gifts. Oh, thou shalt be blessed indeed. But
Beneath the rampant joy, you sense the monk's fear and sincerity. He doesn't wish to harm you, but that doesn't mean he won't. Szuper megnyugtató. I shall walk with thee. I shall grant you my power. You feel a chuckle coming on, but it soon fades. Jó, szuper király. Hát akkor az legalább megvan újabb küldetés, hogy valahova ezt el kell vinni. Ez mind szép és jó. Csak ki is kéne innen jutnom még valahogy úgy, hogy nem döglök meg. Na hát az egyik küldetés, amit korábban felvettem és elvileg befejezhető, az ez, hogy valamiféle mestermű fegyvert be kéne fejezni. És elvileg ez az a koordináta és pozíció, ahol ezt meg kéne tudnom tenni. Fingom nincs, hogy mi lesz a megoldás. Elvileg ez a fakéreg, azt hiszem, ami kell nekünk ide. Szuper király. Igen, és akkor még mi kéne? Ezt fel tudom venni? Nem. Mi volt még a küldetésben? Aha, hát ez fantasztikus. Azért még olyan nagyon nem vagyok közel a megoldáshoz. Tönkre tettem legalább a kérget az előbb. Hát úgy néz ki, hogy igen, és nem vettem fel a végeredményt. Ez szuper király, remélem nem mentettem. Oda jó, közben kijöttem, hogy újra visszamenjek. Mármint betöltöttem a korábbi játékállásomat, és itt közben megtámadtak ezek a gyökerek. Úgyhogy nagyon örülök. Nem tudom, ezek mennyire kemények. Ó, hát ez egyelőre jónak tűnik. Nem tűnik jónak. Akkor föllöklek, jó? Hát abba is belehalsz. Nem, abba nem halsz bele. Pukkadjál meg. Ilyen fika semmi HP-juk van, és nem tudom őket megsebezni. Hát persze, hogy 6-ot sebzel, mikor 7 HP-ja van. És aztán most persze, hogy ő következik, hogy kinyírjon. Aha, hát ez fájni fog. Hát esküszöm, én nem akartalak titeket bántani. De hát gyökérládák vagytok, úgyhogy... Basz! Ú, majdnem csúnyát mondtam. Jó, akkor tudod mit? Akkor kapsz egy ilyet. Szevasz. Gyökérarc. És... Még mindig én következem. Hol van még? Ott van még egy nyominger. Hát legközelebb nem támadtok meg. Közben mondjuk az a baj, hogy ezek szarrá vannak sebződve, de az még nem itt történt, hanem még korábbi helyszínen. Hát itt nem tudom hányan fognak megtámadni. Há, hogy ne dobná fejbe savbombával és sebezné hetet. Hát ezeknek vannak húzatva. Kis szaros. Dögöljél már, meg közöd nincs az egészhez. Jó, és miért kellett megtámadnatok? Na jó, hát mindegy. Na jó, szóval visszamegyek, megpróbálom ezt a kohót valahogy működésre bírni, és rájönni, hogy hogyan tudom én ezt a varázsfegyvert megcsinálni. Na hát, rájöttem a megoldásra, viszont nincs túl sok opciónk, amit használhatunk. Tehát lényegében be kell tennem ide ezt a fát. Tulajdonképpen ezzel csak felfűtjük a kohót. Hát én még itt mondja is már egyből, hogy három opcióm van. Tehát vagy beteszek egy tört, vagy egy nagy kardot, tehát a kétkezes kardot, vagy egy sarlót. Hát ezekkel én túlzottan nem rendelkezem, úgyhogy csak ezt tudom berakni, és ezzel tudom ezt megoldani.
És akkor elvileg elindul a varázs történet, mert hogy a varázsfa tüze az varázs erővel tölti fel, és éljen hurrá. Az előbb ezt már sikerült megoldanom, és sajnos azért nem egy olyan észveszejté az eredmény, de legalább egy küldetés kész. Nem tudom, hogy a többi fegyver az hasznosabb-e, erősebb-e. Nekem nincsenek jelenleg egyéb rendelkezésre a fegyvereim, úgyhogy egy ilyen, hát ahhoz képest egyébként nem rossz. Nézzük, hogy az egyéb karaktereknek ez miféle sebzést tudna mutatni. Hát, mindenkinél elég szar. Úgyhogy, hát jó, legalább ez a quest kész. Idebe is került. És akkor gyorsan átnézem, hogy mi az, amit még le tudnánk adni. Na hát a másik küldetésünk ugye az volt, hogy ezeket a gonosz törpe hordákat legyőztük, és vissza kéne jönnünk erről jelentést tenni. Ugye a végén ez a kis zombi lény az azt próbálta kérni tőlünk, hogy ezeket támadjuk meg és írtsuk ki, de ezt nem tettem meg, úgyhogy hát nem tudom, ezt így el tudom-e nekik mondani, hogy srácok, másik opció lett volna, hogy titeket is kinyírlak. Bízzunk benne, hogy azért most kapunk valami XP tengert. Na, hát igazából ezt mind a kettőt szeretném elmondani neki. Still melancholic, but now streaked with hope. Hát öreg, ha tudnád, hogy már nem is élhetné. A new harmony. Serenity. I name you peace bringer. Eléggé leszarom, hogy minek nevezed el. Your hearts. Freely you have given. The guardian gate is open. Go and claim your reward. Ó, szuper. És ez hol van? Before this, I have another boon to ask of you. You have cut out the Dwergar blight, but not its source. In your mind's eye, Spore shows you a drow striding among Myconid dead. De tévedtél, kinyírtam már ezt is, öcsi. This one is called. Hát ez, na itt egy bug. Állatira kinyírtam. Na, csezz meg. Akkor mehetek vissza a fejér? Istenem. Hát tekintse úgy, hogy kész, mert hogy tényleg kész. De most egyébként nem értem, hogy miért ez a karakter van már megint elő. Ettől megőrülök, amikor ezeket így elkezdi randomra cserélgetni. Szóval, srácok, eleve azt is el akartam mondani, hogy ki akartak téged nyírni. Igen. The songs we sing now carry your spirit. Nagyon szuper. Jó, és egyébként kinyírtam azt, akiről beszélsz. Nagyon szuper. Akkor úgy látszik, nem tudtam lootolni a fejét. Nagyon remélem, hogy nem buktam a küldetést. Ugye pont ezt mondtam, hogy nagyon parázok attól, hogy ugye nem sorrendben csinálom ezeket a dolgokat, és azért nem minden játék van erre felkészítve. És hogyha nincs igazán jól felkészítve, akkor nagyon csúnyán megszívom. Azt hiszem talán itt nyírtam ki őket. Valahol. Nem, ez a túloldal. Jaj, meg kell keresni. Először megijedtem egy pillanatra, mert nem látszódtak a hullák. De elvileg itt van. Na remélem, hogy le tudom kattolni az arcát. Jó, hogy erő. Hát nekem nem lesz annyi erőm.
Meg kell dobni? Hát és mi van, nem tudom, mínusz egy az erőre. Király lett volna, nem tudom levágni a fejét. Ez felettébb gusztusos. Nagyon jó. Most olyanok vagyunk, mint Geralt a Witcherbe, hogy így felakasztjuk az övünkre. Szuper gusztusos. Beszereztük a fejét. Jó, hát akkor visszamegyünk most ezekhez az őrültekhez. Add át a fejét. Jó, hát valószínűleg mégiscsak jól döntöttünk, hogy ezt kinyírtuk. Na hát érkezünk vissza ezekhez a erdei falényekhez. És hát remélem, hogy most ránk szakad az égi áldás, hogy mindenkit kinyírtunk. Már nem így hívtál, öcsi. Hoztam neked egy fejet is. No, most mit szólsz? Ezzel én is meglepődtem, hogy ezt ki tudtam nyírni. Szuper gusztusos. Now his flesh may feed its growth. In dealing death, you have brought this circle life. Ja, Istenem. Jobbnál jobb neveket kapok. Na? Én vagyok az új királyotok. Toljatok rám valami brutál feature-t. Hát ezeknek kicsit elgurult a gyógyszere. As our circle grows, so shall your song. Wherever you go, only listen, and you may hear it. No. Micsoda ez? A kör hangja. Egy amulet, igen. Ez nagyon szuper, de mit fog ez nekem? Hát persze, hogy elfogadom, ez nem kérdés. Csak hogy, és ezek kik, akik itt fekszenek? Annyi mindenem van már, hogy... Osztály akciók. Na jó, hát majd meglátjuk. Oké, de legalább még egy küldetés kész, illetve valami jutalomért szeretne ez engem elküldeni. Igen, ezt szeretném ott megcsócsálni. Az pedig észak-nyugatra van. Aha, ez nyílt ki. Ott mutatott egy rajzolt ábrát, hogy valami kapu kinyílt. Ez egészen úgy néz ki. Úgyhogy itt befutunk és lootolunk. Legalábbis remélem. 80 XP. Mire föl? Aha, hogy akkor most fejeztük be a küldetést. És ezt én föl tudom venni, vagy... Nem tudom mennyire fognak megdicsérni, hogyha ezt én itt szétzúzom és ellapom. Főleg így, hogy nem lootolok belőle semmit. Aha. Jó hangzik. Jó, hát összeszedek itt is mindent, és akkor megyünk tovább, megkeresem, még van-e bármi olyan küldetés, amit le tudnék adni. Na, volt még egy olyan küldetésem is, hogy találjam meg és mentsem meg ezt a gombaszedőt. És ez itt valamiért félbe maradt, mert ugye itt felszedtem ennek a fának a kérgét, és akkor úgy éreztem, hogy én vagyok a király. De közben nem. Hát valahogy óra kéne eljutnom. És elvileg valahol itt lesz az eltévedve. Ez a cukorborsó. Azért most már szerintem egy rendes mentés sem biztos, hogy árt. Ja, és ezek a robbanó cukiságok. Aha. Igen, hát ez olyan, hogy ezeket ki kell lőni, aztán sajnos várni kell egy kicsit, amíg így elül a méreg. Hát én kérek elnézést. Ennyit a gombaszedőről.
Hát, ha ezt túléled, öcsi, akkor egész király vagy. Basszus kulcs. Hát ezt tényleg nem akartam. Lehet, hogy túlélte. Mm, jó. Ez még? Hol vagy? Hát... Nem. Már sajnos nem él. Nem, most már biztosan nem. Na most próbálok egy fokkal spillerebb lenni, és csak egyedül beosonni a gombák közé. Emlékszem, hogy ezek már felrobbantak, vagy mi történt velük. De igen, felrobbannak. Nagyszerű. Hát ez azért jó, mert akkor így is úgy is meghal mindenki, úgyhogy... Hát ezt ki kell találnom. Ugye, de hogy jövök be úgy, hogy ezek ne robbanjanak fel? És egyébként ő hogy jött be ide? Na nyomtam gyorsan egy ilyen gyors pihenést, hogy ez a köldjárásom az ismét aktív legyen. És hát ezzel megpróbálok valahogy oda. Ha nem vagyok nagyon sokáig egy gomba mellett, akkor nem robban föl, csak ha túl sokáig vagyok ott. Én így sem nagyon tudok elég közel menni. Na, hello öreg, most ilyen komi van. Stop! Stop! Pippa Pang! Igen, látom, hogy akkor a kretén vagy. Hogy jöttél ide be? These mushrooms! Toxic! Scroll! Escape! My bag, please! Ah, Istenem! I dropped it somewhere! Nem vagy nagyon idegesítő, az a jó. Thank you! Thank you! Bad idea. My back, please. Yes, that's yes. Thank you. Thank. Hol a táskád, nyominger? Aha. És nálam most van ködjárás, tekercs? Mert erre nem olyan nagyon emlékszem. Itt van egy, aha. Hát ez tök jó, de attól ő még hogy fog kiszabadulni. Jó, mentünk egyet. Aztán megnézzük, hogy... Azért jó lenne mondjuk ezt a feature-t nem csak egyszer engedné használni, hanem mondjuk legalább kétszer-háromszor, de mindegy. Na jó, hát végül úgy döntöttem, hogy odaadtam neki ezt a ködjárás tekercset. Ez tök király, azt hittem elmegy a táskájáért, de nem, hanem kiteleportált oda. Úgyhogy ez tök jó, hogy én hogy jutok ki, ez már más kérdés. De hát megpróbálunk kemény gyerekek lenni. Mondjuk beszaladunk ide a sarokba. Hát nem sikerült. Vagy igen? Akkor ő fog meghalni. Nem, elrepült oldalra. Ujjjj! Ez ő gyógyítja magát, vagy az embereim? Él túl, légy szíves. Meg én is. Meg a táskád is. Na, hát figyelj. Egész békés a táj. Többi emberem. Azok ott füstölögnek. Te felgyógyítottad magad. Na hát, szuper király. És... a táskádnak egy kicsit annyi. Ja, hogy elégett a táskája, és ezek voltak benne? Piros alma. Dundi Dio Magyaro. Hm, volt benne két ködjárás tekercs, hát öreg. Ez jó lett volna nekünk, hogy kimenjünk.
Na, akkor leszel szíves minden ingó és ingatlan vagyonodat rám ruházni. Ah, right, ez... What were you saying? Azt, hogy rohagyd meg. Nem vagyok vicces, tudom. Há, Istenem, de hülye vagy öreg. Ja, de ennek mondta is azt hiszem a feleség, hogy ez ütődött, mint az állat. Yes, of course. Tavasd meg az apró, te mocskos állat. Your trouble. Jó, húzd le hazafelé. Láthatatlanság tekercs. Szuper király. Na jó, hát de legalább még egy quest elvileg kész. Vissza inspiráljuk magunkat, meg a társainkat. És akkor most viszont itt is vissza kell menni, gondolom, hogy leadjuk ezt a questet. Hol volt ez? Vagy nem? Ja, de várja, ez igen, itt a felkiáltója, csak a szememet szúrja ki. Oké, és ez hol van a térképen? Itt. Szúpcsi, akkor hát lehet, hogy ez a leggyorsabb, ha ide vissza utazunk. És akkor ez elvileg valahol itt kaszinóznak. Nem? Itt volt az a mami. Ezen a felén azt hiszem. Balin, there you are. Did you bring the noble stock? The what? Noble stock? The mushroom? I knew I was forgetting something. Sorry, love. Absolutely worthless. Hát, nem a legélesebb kés a fiókba, srác. Na, kapok valami jutalmat, hogy visszahoztam, vagy inkább büntetést. Én oldottam meg, te gyöki. His hands are empty as a whole. We'll have to send him back out soon enough. Collecting noble stock. Valuable mushroom. We've a shop in Boulder's Gate. The locals go mad for it. Nearly nothing it can't cure. Blindness, poison, hair loss. Na. Ez egész jó. Ezt lehet, hogy hordani is fogom. És akkor nézzük a következő quest leadást.